Én nem mondhatom magamról, hogy kibaszott mázista vagyok. Két Forma 1-es futamon voltam, és mind a kettőnél csodát láttam. A 15-ben voltam magyar futamon, képzeld el, az lett az év futama. Emlékszünk, kaotikus magyar verseny, Maldonado 26 páthajtásos büntetéssel, defektek. Úgy képzeld el, hogy a Hülkenbergnek volt egy első szárny letörése a célegyenes végén, az pont előttünk történt. Tehát ha láttál, ha látni akarsz nagy sebességű balesetet, az úgy pont ott előttünk megtörtént. Aztán utána te is csodálkozol, hogy bazzeg, azért kiszáll a srác a vasból, aztán semmi baja. De ott azért az úgy nem gyenge. Ugye akkor halt meg a Bianchi, tehát úgy kezdődött az egész, hogy volt egy gyönyörű szép szertartás, meg tavaly sikerült kijutnom. Nem mondom, hogy a verseny izgalmas volt, Maxi első polját láttam, meg Schumacher a kettőbe, tehát így azért mégis emlékezetes. De Lajos elrontotta a versenyt, nem volt jó. Mindenkit üdvözlök, sziasztok srácok, és akkor a mai vendégem, rendhagyó módon ebben a kis podcastban, amit életemben nem csináltam még sose, de most itt van velem az én húdmesterem, személyesen Ödi Ákos. Nagy tapsot! Szervusztok, üdvözlök én is mindenkit! Így van! Azért ne olyan hangos, hogy nincs akkora hírni. Na, miért is vagyunk itt? F1 2000... Kiváló kérdés! 2000XX, inkább így mondom. Első és legfontosabb kérdésem. Mikor jött neked ez a kis bekattanás, hogy egy hudot kéne készíteni valamelyik, és most nem a régi, mert tudom, hogy a régebbiekről, R-faktor, meg aszettokhoz, meg ezekről is, a Codemasters-es Form 1-es játékhoz, és hogy melyik volt ez az első, amire úgy gondoltad, hogy hát én ehhez bizony csinálok valamit. Az apropó, az nagyon érdekesen jött, mert éppen platformváltáson estem keresztül. Korábban ugye, ahogy mondtad, R-faktorral foglalkoztam leginkább, meg volt a Assetto Corsa, ez a kettő volt a fő vonal. Az R-faktor egy RF Dinhad nevű, hát Java bázisú plugin volt. Avval szerkesztettem az első munkáimat, aztán utána jött az Assetto Corsa. Az Assetto Corsa az pedig egy belső programozású Python kóddal írt kis applikációk által menedzselt munka volt. Aztán rátaláltam a SimHub-ra, ami mindenre gyógyír volt. Ez mikor volt körülbelül? Én magam tudom. Ez egészen pontosan 2018. 18-ban. Akkor még csak nagyon barátkoztam vele. Az R-faktor 2 miatt találtam rá egyébként, mert ott a 64 bit miatt macerás volt az RF Dinhad, és abban nem is nagyon boldog voltam. És az első Codemasters-es munka az a 2018-as Halo Hard volt, amivel szerintem a te figyelmedet is avval keltettem föl, mikor így van. Egyszer beköszöntem a live-ba, mai napig megvan a pillanat, aztán akkor jött a Hunahood meg minden chatbe. Igen, egyébként azóta is megmondom őszintén, neked van egy Wix-szájtos oldalad, és... Én nagyon bújtam a netet mindenféle ilyen hud után, mert engem borzasztóan zavart, és én ott láttam, hogy neked van R-faktor 1-hez, 2-höz, automobilistához, illetve azt hiszem Assetto Corsához is már volt, de nem vagyok abban biztos, és ott néztem, hogy nem hiszem el, de így mondtam magamból, hogy ezekre a régi fosokra van ilyen kurva jó hud, a Codemasters-esre meg nincs. És erre annyira emlékszek egyébként. Tehát azokra egyszerűen nem volt lehetőség. Az első, amire úgy igazán lehetett építkezni, az a 17-es volt, amikor elkezdték az UDP adatokat megosztani a játékosokkal a helyi routeren keresztül. Avval már elindult elég sok változat. Volt az ArcHood, volt, hogy evokáltak tőlem, hogy szépen fogalmazzak, de mindegy, az egy másik sztori. Azt te is használtad, meg mai napig használjátok ugye a 17-es... Így van, most befejeztük, de most már igen, így van, be van fejezve, tehát most már nem. Hát ugyanaz alapon, hogy a 18-as a 19 is, annyi különbség, talán több adatot adnak már, de sajnos még mindig nem azokat, amiket kellene, vagy nem teljes mértékben.
sok a hiányosság e téren. A T-Nos-Hero egyébként önmagában egy nagyon egyszerű szerkezet, a Halo Huddle, hát most már Halo Huddle-okkal az a helyzet, hogy ott a képszerkesztés viszi az időt. Tehát egyébként meg önmagában, hogyha az ember belegondol, nem egy bonyolult szerkezet van szó, gáz, fékpedál, fordulatszám, sebesség, és nagyjából én ennyire emlékszem, ugye a Így van. 19-ben már jött a DRS, meg a mérföld per óra, Így van. ami nagyon nagy újítás volt, meg a nevek is oda kerültek, ugye az aktuális pilóta, az aktuális előtti, meg utáni Így van, is így van. került a kis grafikára. Ez a SimHub egyébként azért jó dolog, mert elég egyszer megcsinálom egy munkát, és az most már az összes játékhoz, amihez én beállítom, ahhoz működik. Tehát a korábban úgy volt, hogy az R-faktornál felbontásonként meg kellett csinálnom minden egyes verziót, aminek az lett a vége, hogy lett 200 megás pak, meg 100 megás fölötti csomagok kerültek ki, ami fárasztó volt. Nem volt egyszerű. Úgyhogy a SimHub az nekem megkönnyebbülés, ugyanis lehet szkélelni a méreteket, és méretarányosan a SimHub egyébként nagyon szépen meg is csinálja. A Halo Hub-dal is ez a helyzet amúgy, tehát egyszer meg lett csinálva, beletállítva az összes szimulátor, és egy felbontásra elkészült, aztán utána változtattam, mert csak hozzáadtam a 4K-t, hogy azért a jövőben lehessen használni, hogyha valakinek arra van szüksége. Most már minden 4K-ba csinálok, és azt butítom, hogy mi is tudjuk Full HD-n használni. És a leaderboard, mert ez volt a legnagyobb ilyen, leghosszabb ideig tartó kihívás ennek, olyan soká fogtál neki, én úgy tudom. Soká fogtam 2019. augusztus. Akkor jött a megvilágosodás, hogy a Halo Hub mellé bizony kellene valami. Amit a Codemasters nem ad meg nekünk évek óta, és vártam is, hogy nem is fogja a 20-asba, és nem is fogja meg nem, a 20-asba. Nem, most is kettő előre, kettő hátul. Te meg középen, úgymond. Tehát öt. Kettő előre, kettő hátul, ugye volt a... Igen, volt, amikor csak egy igen. volt előre és egy hátra, az még talán még rosszabb volt. Igen, igen. Mert teljesen nem tudod, hogy mi a helyzet a mezőnyben. Így ahhoz, van. Hogy jól versenyezzél, át kell látnod a dolgokat. Az Assetto-ba például már be lehet állítani, hogy oldalra vagy alulról mutass a csíkba például a teljes mezőnyt, ami szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy lásd, hogy ki milyen keveréken van, ki hány másodpercre, hogy tudják kalkulálni a box kiállással. Iszonyat fontos. Ugyanakkor meg tudom érteni, hogy miért nem csinálják meg, ha gondolod, nem tudom, melyikkel kezdjünk, hogy miért igen és miért nem. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért nem csinálják megre. Mert sok helyet elfoglal. Ha állandóan ott lenne, akkor iszonyú sokat takarna az e-sportolók számára, mert most ugye már rájuk építik majd, hogy nem elsősorban a játékot. Próbálnák rájuk építeni, zárójelbe. Igen. De hogyha aktívan például ráteszünk minden grafikát a monitorunkra, akkor te is látod, amikor a SimHub-nál szerkesztesz, hogy pirossal ki vannak Igen. emelve a Igen. kis widgetek Így van. körvonalai. Hát figyelj, már majdnem beteríti a képet. Igen, igen, ha mindent kirakunk, és igen. Hogyha ha minden egyszerre fölvillan, tehát mindenki egyszerre fut, nem tudom, leggyorsabb kört, van boxba, mutatja a live speedet, Halo HUD-od van, status widget is fölvillan, ott a leaderboard oldalt, nem sok hely marad. És ez az érdekesség, hogy ez igazából azoknak hátrány, akik úgymond közvetítenek meg, így fánból csinálják a versenyzést. Tehát nem arról van szó, hogy e-sportolok, és akkor rámegyek az utolsó ezredre is, hanem én látványt akarok teremteni. És azoknak nem annyira tetszik ez a dolog. Ezért mondom, hogy meg tudom érteni, hogy miért nincs ott, de ugyanakkor szükségesnek találom, legalább egy opcióval megadhatnánk nekünk, hogy legalább kapcsolhassuk ki. Ezt akartam mondani, hogy ugye most tavalyi évtől kezdve van egy OSD customization mód most már a játékban, ugye hivatalosan bele van rakva, ahol át tudod helyezni a dolgokat, ki tudod kapcsolni éppen, ha nem kell. Ugye én is így csinálok, amikor a tiédet használom, hogy az övékét kikapcsolom, és természetesen akkor eme másik felületet rakom be, és akkor ugye az megy egyébként helyette, és ezt nem értem, hogy ez akkor, ha úgymond megvan, akkor ezt miért nem használják. Amit még megint nem értek, hogy a hárombetűs témát miért nem használják, se közvetítésbe, se játékon belül, miközben egyébként meg, mikor új profil csinálok a játékben, mert nagymester vagyok, úgyhogy tudom, akkor be kell írni a saját hárombetűs nevedet is. De mégse látod sehol a játékba.
Igen, hát ez a három betűs egyébként, ez tudod, honnan jött a Codemastersnél, még a Commentary Rally 2.0-ba is ott kérte, hogy három betűvel add meg a Igen. nevedet, aztán soha az életben nem láttad amúgy. Igen. Ez szerintem a lelkednek megnyugtatás körülbelül, vagy ilyen placebo lehet, mert tényleg nem sokat látni a játékon belül. Az, hogy hozzáadták a játékbeli hádnak a testreszabását, az viszont egy piros pont nekik, Igen. mert végülis adtak egy kis szabadságot. Hogyha nekem ez nem tetszik, hogy ott van, akkor arrébb rakhatom, Így van. növelhetem a méretét, csökkenthetem, azt fölöslegesnek érzem, nem utassa, akkor kikapom, de ugyanekkor a lehetőségbe belerakhatnák az igazit is. Így Végülis, van. ha már eredeti játékról beszélünk, látod, ezek szerint mégsem. Próbálják ugyanazt megcsinálni, tehát a dizájn az egyébként egy kicsit hasonlítani szeretne. Hogyha jobban megfigyeled a textúrákat, úgy Igen. hajaz valamennyire az igazira, de nem 100%-ot. Nem tudom, ez nem lehet. Hát figyeld, biztos, hogy lehetne. Tehát azért a Codemastersnek nincs annyira megkötve a keze, mint mondjuk nekünk, Nem hiszem én mert sem. mi korlátozott adattal dolgozunk, erre majd, ha a UDP-ről akarunk beszélni, visszatérhetünk, de a Codemastersnek minden adat megvan, tehát egyébként meg simán megcsinálhat. Valószínű, hogy ha már van egy designer teamjük, akkor inkább az ő munkájuk, és akkor terveztetnek velük valami szépet, jót, hasonlót, de akkor meg a fomosat mellőzik. Aha. Érdekes egyébként, mert engem nem bántanak ezért emiatt. Se a YouTube, se a Codemasters. Igaz, hogy volt egy levelük a Codemastersnek felém egyébként egy másfél hónappal ezelőtt, amikor kiraktam egy 6 perces videót arról, hogy felraktam a 20-as modot, amit J. Burton vagy G. Burton, nem tudom, hogy hívják, mindegy a modder srácokat, és csak bemutattam a showroomba az összes autót 20-as festéssel, illetve a Force Indiának a kasznia is ki volt cserélve a Mercedes orrkúpjára, úgymond. Ez ki volt rakva nálam F1 2020 Cars and Teams néven, és rám írt egy bizonyos Sandra, vagy Sabin, vagy nem tudom ki a Codemasterstől, hogy legyek már olyan kedves, hogy írjam már bele a címbe, hogy mod. Hát figyeld, egyébként most így erre reagálva, te azért nagy mázlista vagy, mert engem még a Codemasterstől nem kerestek meg. Igen. Se ez és azért, tehát se azért, hogy vegyem le a videót, vagy hogy Aha. ne csináljam ezt, vagy nem tudom. Meg a YouTube se kúpolt meg, még képzeld a videóimért. Magáért a modern, képzeld el, egyébként nem neked haragszanak. Megtalálják. Nem haragudtak egyébként. Tehát nem volt semmi probléma. Írtam nekik, hogy oké, beleírtam, hogy mod, leírásba leírtam, hogy mod, és visszaírtam, csak nagyon szépen köszöni, és kész, ennyi volt. Tehát nem volt belőle nekik probléma, márpedig én emlékszem annó 14 vagy 15-ben volt egy óriási botrány, szintén felőlük, és letörölték a race departmentről az összes Forma 1-jel kapcsolatos modokat. Te arra emlékszel? Nem, szerintem akkor még nem voltam tagja a Codemasters community. Nem volt még. Mert volt, képzeld el, az összes annyira modot nem. Letöröltették a szerverekről, mindenhonnan, mindent. Mindent. Ez érdekes, mert egyébként a race departmenten nekem is van egy kis zűrösebb vitám, vagy volt a múltba. Srác felrakott egy Halo HD-ot, amivel nincs baj, mert persze kell a konkurencia, legyen verseny, akkor mind a két fél arra törekszik, hogy jobbat csináljon a másik. Persze, így. Nekem nem ez szúrta a lelket, hanem azt, hogy letöltöttem, megnéztem, és benne találtam a saját fájjaim nyomát, ami már egy kicsit ért, hogy nem annyira tetszik ilyenkor az embernek. Mikor a Halo HD-ot is szerkeszti az ember több hónapon keresztül, és akkor én egyszer mondta a srác, hogy mintának használta. Jó. Biztos, hogy úgy van, de azért megkérdezhetett volna legalább felőle. És a race departmentese képzelde nem vették le. Nem vették le, aminek az lett a következménye, hogy én lejöttem arról az oldalról, nagyjából 65 ezer letöltést szereztem ott, pár darab feltöltéssel, olyan 20 környéke volt. Eljöttem onnan az oldalról, és az igazság, hogy konkrétan úgy voltak, hogy ja, jó, oké, cső. Az a vicces egyébként abban az oldalban, hogy a saját feltöltésedet nem tudott törölni. Tehát ne riportolnom kellett, hogy töröljék le ők. És az a vicces, hogy végig sem mentem, tehát nagyjából volt 20 feltöltés, és az időlimit miatt 5-öt engedett riportolni, de ők az összeset letörölték. Tehát egyébként nem is, amiket nem riportoltam, azt is letörölték a front. Ez egy zárójeles kitekintés volt a race departmentről, hogy azért mondjuk annyiban, hogy inkább maradok a WCP-s srácoknál, kicsit megbízhatóbbak és korrekt. Amúgy az a fórum ötlet is egyébként zseniális, tehát bevezetni egy olyan
szimulátoros weboldalt, ahol mindenhez találsz mindent. Tehát egyébként nagyjából erről szól a race department, hogy van egy fórum része, van egy adatbázis része, az adatbázisban és a fórumon is játékra tudsz szűrni, módra tudsz szűrni, autó, skin, pálya, minden van. Tehát amúgy meg ezért volt jó, én is szeretem oda feltölteni, meg sokan látogatják az oldalt. Igen. De a staffok valami iszonyú rosszan kezelik az ilyen szitukat, és ezért nekem nem éri meg. Na mindegy, vissza a Codemasters, mert már látod, erről volt szó, hogy majd mi sokfelé el fogunk kanyarodni. Igen. Ők egyébként, ha belegondolsz a 2010-hez, hogy mi változott 2010 óta, Igen. hosszú a lista, de ha meg jobban megnézed, mégsem olyan hosszú. Én inkább így mondanám. Mert ugyan sok autó belekerült. Az autók törése nem az változott. első rész, az első éveket követően változott egy picit, azóta semmit. Igen. Egyébként ez, hogy apropó törés, nem tudom, hogy vagy veled, de a hátsó szárny írhatatlan ebben a játékban, amit én elég nehezen tudok elhinni, hogy egy koc után miért nem törik? Törik le a hátsó szárnyam. Igen, ez 10 éve így van sajnos benne. Tehát ez nem, tehát az első résztől kezdve nem lehetett törni a hátsó szárnyat, kivéve különböző moddel csapatok által ellátott damage moddal, realistic damage moddal, ott viszont szakadt minden. Jó, tehát de látod, már megint kimondtad a lényeget, hogy modderek kellettek igen, hozzá. Igen. Igen, tehát ez ugye nem volt használható hát például egy a multihoz. Kicsit olyan, hogy mint a kapnál. Igen, tehát kicsit olyan, mint ha kapnánk egy alapjátékot, és akkor ha akarod, csináld meg magadnak jobban. Igen, az a baj, nem tudom, hogy most neked írtam-e, vagy a srácokkal beszéltük, hogy gyakorlatilag, ha most vesszük ezt a 19-es játékot, mint alap, 5 emberrel, de most ezt nagyon komolyan mondom, 5 emberrel a 20-as évadot pöpecre meg lehetne csinálni. Egy pályaeditor kell hozzá még. Hát... Aki azt érti. Hát azért az ötöt... A skineket megcsinálták ugye a srácok. Az már egy gyorsabb verzió. A kocsi formá. Hát figyelj, nagyon az orkúpon kívül nem figyeljük a játékban, nem látjuk a játékban, nem nézzük oldalról az autókat, nem hátulját látjuk, elejét látjuk, ha versenyzünk egyébként. Szerintem a 19 és 20-as autóformák között szerintem nincsen. Ön óriási nagy tetemes különbség. Ja, de... nem, egyáltalán nincs. Ez nálam még mindig egy DLC-vel átvitelhető lenne. Igen, igen, igen. Ezért egy új játékot teljesen felesleges. Így van. Kiadni. Két pálya és két versenyző. Ocon, Latifi, és ugye Vietnam, Zandvoort. Ennyi a 20-as játék. És kész. Várjál, hát van ahol még úgy Hülkenberg helyét, mármint a csere, a Hülkenberg-Ocon cserét, azt már megcsinálták. Meg ugyanúgy a Latifiét is. Tehát amúgy már az sem muszáj. Igen, csak... Persze a 3D grafikához kellenének az update-ek mindenkihez, de ugyan igen. Már megoldható. Sajnos a eddigi szöveges fájlok egy localization mappában voltak eddig 18-ig. 19-ben sajnos már nem ott van, nincs ilyen mappa, hanem az exe-ben van benne. És az exe-t csak úgy lehet megcsinálni, ha te minden egyes indításkor ezt a kettő dolgot átírod. De ha kilépsz, tehát ha kilépsz a játékból, akkor minden visszáll az eredetire. Akkor ilyenkor jön a trükk, hogy a hátba kell átírni a nevet. Tudom. Így van, igen, igen. Ha a név egyenlő Hülkenberg, akkor mutassa, hogy Ocon. Így van, így van. A programozós része is nagyjából így épül föl amúgy. Még szóba jött a leaderboard is amúgy. Az például egy tavaly augusztus óta folyó folyamat. Az szép. Nincs vége. Tehát amúgy mindig van mit rajta csinálni. Uh-huh. 1.3 lesz a következő update. Ahhoz ott tartok, hogy a betűtípusokkal szenvedtünk a múltkor az igen. Utolsó live-ban. Már most javítottam én. De figyeld, 1.3, mi történt azóta? Minden változott. Tehát nagyon le akarom egyszerűsíteni, igazából szerintem háromszor újra lett programozva az egész. Mindig, amikor jött hozzá valami újítás, már most ezt mutatja, most már ezt is mutatja, már ez is benne van, már mutat felvezetőnél gumitípust, már írja a box kiállások számát, ki mennyiszer volt, és akkor, hogy azt többször is mutassa. Tehát, igen. És még az 1.3-as nem is láttam. Tehát azt még nem láttam. Itt az 1.3-ban már egyébként manuál, ahol te kézzel tudod állítani, hogy jó, akkor most mutasd a gumikat, meg mutasd a kiállások számát. Uh-huh, tehát manuállal. Az már jó feature lesz benne. Uh-huh, igen. Aha. Na ugye a mostani az automatikus. Be van állítva van. Körszámra. Így van. Mikor mutassa.
Az azért lett megcsinálva amúgy, mert ha te versenyzel, neked nincs időt keresgélni a gombokat. Igen, igen, Ez így igen. saját tapasztalat. Ezt egyébként a Codemasters is csinálhatná, csak az e-sportodok túl profik ehhez, gondolom én. A játékélményben, hogy például ugye ezeket a grafikákat, te így, hogy enterezzél, meg nyomogasd a gombot, hogy most az autónak a hőmérsékleteit, a sérülést, a pit menüt, vagy mit akarsz kérni, ez rohadtul nincs idő amúgy. Vagy ezért kezdtem alapból egy automatikus funkcióval, aztán jöttek a kérések, visszajelzések, ligák használják most már közvetítéshez. Aha. Eljutottam a világ több részére is szerencsére. Argentína, Brazília, fél, olasz ligák, németek, Aha, mindenki aha. ebbe csinálja. Várom már a Movistárt, amúgy képzeld, megkerestek tőlük, Na, ugye a szuper. Ugye Movistárnak ez a az e-sport spanyol részébe is. cég. Igen, a spanyoloknál is azt kell tudni róluk, ha elég Alonso gondolni, hogy náluk azért a szimulátorozás meg az autóversenyzés az igen népszerű. Náluk ez most kifejezetten nagy, nagy hype lett, főleg így a karantén ideje alatt mindenki rászokott erre. Még abból kis lehet valami jó is. Sajnos még a Forma 1 e-sportra nem sikerült bekerülni, pedig azt adnám. De hát, ami késik, az nem múlik. Ami nem késik, az nem múlik, Úgyhogy így majd van. látjuk. Kivéve tudod, ha a Codemasters belőz, vagy a FOM-od adja. Ez most megint egy kitérő, például a V8 Supercars-nál meg tudták csinálni a hivatalos grafikát. A Formula E-nél meg tudták csinálni a hivatalos grafikát. A Forma 1-nél hagyjuk a Codemasters eset, persze az úgy jó lesz. Fura. Pedig azért, hidd el, sokkal jobb lenne a közvetítés, hogyha fel lenne dobva ilyen eredeti Hogyne. widgetekkel, mert az Ráadásul szerintem sokat dob a külsőn. levágja a nevet. Három pöttyel fejezi be, miközben kiférne a neve például az adott illetőnek is, akár a teljes neve, a három pötty helyett. Nem tudom, egyébként nem értem annak a leprogramozását, hogy ez hogy van, meg miért úgy van. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem, alapból, amit mondtál egyébként az Okon neves cserénél, hogy ugye a neveket most már felhőbe tárolja, Igen. vagy hát ilyen Igen. webes alapú, és nem a gépeden van a névfájl. Ez velünk is kiszúrt, mert mi nem kapjuk meg, képzeld el, tehát mi a számítógépünkre nem tudjuk, hogy kikkel játszunk. Aha. Mi Steam neveket nem kapjuk meg, az fönn is marad a felhőbe, ezért van az, hogy ugye ligához jó például a leaderboard, de a sima lobbizáshoz nem annyira, mert kézzel be kéne állítani mindenkit egyenként, ami igazából ma lehetséges, de hát minden egyes verseny előtt ki a jóisten csinálja Igen, meg. igen, igen, igen. Annak úgy lenne sok értelme. Jön a 2020, jön szemport. hetedik Igen. hó 10, nem sok idő, durván 5 hét, 6 hét, előrendeltél? Nem, nem. Ez az első alkalom én sem. Jó. Eddig, hogy már lehetne, mert Instant Gaming már szólt, de ez az első alkalom, hogy nem rendeltem elő ezt a játékot, ugyanis semmiféle potenciált és semmit nem érzek azon kívül, mely már lassan egy éve játszom a 20-as évadot, na jó, nem egy éve, de március óta, akkor na mindegy, mióta kiderültek, akkor február óta úgy mondom, február óta, mióta felkerültek a skinek, mióta megvolt az összes autóbemutató, én már ugye azóta nyomom a 20-as évadot, és kielégít ez is, hogy már mehetek vele. Hát nincs hiányérzéte. Nem, nem, nincs, ezt akartam mondani, így van, semmiféle hiányérzetem nincs. Nem láttam Vietnámot, mert elmaradt, nem láttam Zandvorszot, mert elmaradt, ugye így, hogy jött ez a Covid dolog, és így emiatt is nincs bennem hiányérzet, hogy ez így jött ki. Hát de Monaco legalább tudod, benne van, tehát már az sincs. Igen, igen. Monaco benne van. Voltak, tudod, a mémek így a Forma 1-es oldalakon, mint az F1 12-ben volt, hogy short, medium vagy long season. Így És van, ott a így van. Shortot választod a hat a hat versenyen. versenyes, így van. Hát sajnos bejött. Azt mondják, hogy már nem talán is hat, de ilyen most dupla, lesz ilyen. Dupla fordulós. Lesz ilyen benne a mostaniba is. Ez a short, medium. Visszahozzák? Igen, igen, én úgy tudom, de igen. Mondjuk az érdekelne, hogy akkor mi alapján válogatják össze a pályákat. Aztán te állítod Álmod össze. Is ez, mert nem mondod, de ezt akartam kérdezni. Én úgy tudom, hogy te állítod össze. Vagy ők állítják. Nem, nem, azt hiszem, hogy te állítod össze. Meg lesz, hogy mit tudom, ez 6 évad, ez, vagy 6 év. 6 pályás, ez 12, és akkor lesz egy 21 vagy 20, nem tudom mennyi lenne a teljes naptár. Vagy akár végigjátszhatod a rendeset is, ha nem jött volna a vírus. Mondjuk a vietnámiról még nem láttam képeket, az érdekelne. Igen, semmi. Senki, ugye készül most senki ez a nem látott beszélgetés, semmit. Addig semmit nem mutattak róla. Nem, nem. Zandvoorttal bemutatták
a Max-szal az autót, meg a pályát is. Meg most ugye jött az Alfa Tauri is Monaco videó, volt a Hát, spanyol Sainz-szal. igen, a utóbbi kettő videóról, hát, hogy mondjam, nem ugrottam ki a bőrömből. Továbbra is azt mondom, Mondják hogy ez már, egy DLC. Hogy... Igen, tehát úgy, mint a Forma 2-nél, tudod, egy befelezve 18-19, ott 19-20. Igen, így van, És akkor igen. használhatnám mind a kettőt. Ami miatt kecsegtető számomra a 20, az egyedül a Schumacher pak. De hát az is három autó. Hát azért nem fogok annyi pénzt kiadni, hogy megvegyek egy komplet Erre játékot. megint azt tudom mondani, hogy tavaly beszoktuk a Senna VS Prost pakkal, ami gyakorlatilag annyiból állt, hogy time trialba a neve nincs versenyzőket előzd meg az adott versenyzővel, majd utoljára, attól függően, hogy most Sennával mész vagy Prosttal, utána őt is előzd meg. Na most ezt megcsináltam mindet hibátlanul, hard fokozaton, tehát a legnagyobb fokozaton, és se egy medál, se egy achievementet, semmi egy congratulation-t, semmit nem adott a játék. Még egy fejsőbbit se? Semmit. Az durva. Semmit. Legalább egy achievement nem, kapsz. Az sem. Semmit az égvilágon nem kaptál érte. Én nagyot is néztem egyébként, mert slide-ba csináltam meg, és abszolút semmit nem adott. Úgyhogy én nagyon úgy érzem egyébként, hogy a Schumacher pakkal ugyanez lesz, hogy a neve nincs versenyzőket fogod megelőzni a Jordannel, a Ferrari-val, meg nem tudom még mit raknak bele, de szerintem, ja, meg a Benettont, igen. És nagyjából ennyi lesz ez a történet. Én szerintem, de ne legyen igazam basszus, de szerintem ennyi lesz. Ez megint. Semmi másból nem fog állni. Nekem a 19-esből a McLaren meg a Ferrari spak jutott. Azt szereztem be. Mondom, hogyha igyekszünk a Codemasters-szel foglalkozni, akkor kicsit nyissunk az új világ felé, nézzük a 19-et. 100 óra fölött vagyok benne, szerintem már lehet, hogy 150 környékén is. Nagyjából egy 25%-os versenyt töltöttem el játékkal. Aha. Tehát amúgy a többi az nem játék volt. Tehát az mind a próbák, a fejlesztések, a tesztelések. Nincs Minden. karriered akkor. Nincs, nincs. A Forma 2 versenyt azt túléptem, Ausztrália első szabad edzőnél vagyok. Aha, az jó. Úgy nagyjából ott egyes szintű pilóta, tudod, tehát semmi Igen, lobbizás, semmi. igen. Jó az. De nincs. Van 150 óra a játékban. Teljesen rendben van. Nem, úgy, valahogy annyira nem fogott meg, hogy játszok. Volt olyan Codemasters, amivel szerettem játszani, de annak már jó ideje, hogy a 13-at kivonultattam a gépemről, egyedül avval szerettem. 11, 12, 13-at próbáltam. A 14-es és megvan azokkal esetleg, és játszom is. Nézted is? 14-est? Képzeld el, van egy 14-es videóm a csatornámon. Magam sem Na, tudom, hogy miért. Igen. Mert egyébként meg semmi köze a tematikához, képzeld, de semmi nem volt rajta, milyen plusz hard vagy feature lett volna. Aha. Semmi nem volt rajta. Kviattal mentem azt, hogy Szocsiba egy versenyt. De akkor a motorhangok is nagyon bénák voltak, nagyon. Nagyjából még tényleg csak a benzinnel játszhattál. A motorhangok visszatérve, ez még, ahogy néztem, az újlása lesz meg. Tehát nem. Az a rotyogós Honda hang, az egyáltalán hiány. Nem volt nyoma se Nem, a nem. Red Bull-os videóban. Nem, 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 nem. Az a, mikor már visszaváltasz, már úgy leesel fordulat alá, tehát az a rotyogós, tudod, az a fűnyírós Ami hang. Úgy igen, amit úgy egyébként megvolt. élőben is nagyon jól lehet hallani. Tehát amikor be van nyomva a limiter, hát figyelj, Tehát ott azt azért te, már te is megnézhetnéd a vasat, hogy mi a baj. azt te a lelátóról meg tudod különböztetni, hogy ez most egy Honda motor, nem pedig egy Renault vagy egy Ferrari. Minden kérdés nélkül, az nagyon egyértelmű. A Hondát az kiszúrott szerintem már akkor, mikor fordul be a 12-es kanyarban, mikor te a célegyenes bicsi. Tehát azt a ratyogást a semmihez nem lehet fogni. Én pont ezért kezdtem egy és mi se gyűjteni. Teszik bele a ját. Nem, nem. És azt hiszem a 16-ban volt benne csak, ahol hallottam a játékba is, hogy ez most Hondával jön mögöttem button. Vagy jön mögöttem. Tehát akkor ott egyedül a 16-ban tudtam, hogy jön mögöttem Honda. Mert abban benne volt a rottyantás. De utána se a 17-ben nem volt benne, és a többiben nem volt már benne rotyogás. És ezért kezdtem el gyűjteni egyébként az élő winterteszteket, és már 15-öst már találtam, és már raktam is fel egyébként. Eszméletlen hang, az igazi nyers hang, nincs benne párbeszéd. Fú, nagyon, nagyon durva tényleg. Nagyon durva.
Van a YouTube-on egyébként egy 15-ös onboard Kínából. Figyeld, az tényleg csak a motorhang. Aha. Szerethető, krákogós Honda hangja van, de soha nem hallottam a Codemasters játékba olyat. Nem, aha. És azért bánt egyébként a dolog, mert ahogy így te is mondtad, hogy pár modder, figyeld, Assetto Corsára olyan Honda hangot csináltak az RSS módhoz, hogy nem tudod megkülönböztetni. Tehát, hogyha vakon ráteszik egy fülhallgató, vagy akkor ez most igazi, vagy játék, nem tudom megmondani. Aha, az kemény. De ugyanúgy nagyon jól megcsinálták a Mercit, a Ferrarit, mert ugye a Ferrarinál például ott van a vékony sípoló turbohang, amit Igen, például náluk igen, nagyon lehet hallani. igen, igen. A Mercinél jött mostanában ilyen, nem tudom, ez az ütődős hang, ez a pár éve jött nagyjából, tavaly meg tavaly előtt volt, náluk is kezdtek egy kicsit rotyogni a motorok, de nem olyan vészesen, mint a Hondánál. Az sincs meg a Codemastersnél. Próbálnak valamit csinálni, de nem érzem úgy, hogy nagyon sikerülne. Nem, így van. Egyébként ennek nagyon könnyű oka van, hát a modderek úgy csinálják a hangokat, ezt én is tudom, mert Formula E-hez csináltam sok hangot, sokat, hát úgy, hogy sok módhoz csináltam hangot. Eredeti videóból nyerjük ki az anyagot, és itt tényleg ugyanolyan hang, mert hát lényegében azt használod hozzá. Csak ugye a Codemasters gondolom saját magának csinálja a hangokat, próbálják, aztán abból már egy kicsit más sül ki, ezért jobb a szimulátor amúgy. Erről most így a hangokról jutott csak ennyi az eszembe, nem tudom, hogy ebben mennyire akartunk foglalkozni. Annyi még, hogy része, szerintem. Megmondom őszintén, a Need for Speed nem egy nagy játék, ugye? Viszont hangokba, autós hangokba viszont eszméletlenül ott vannak, és szerintem azért, mert ők valami ilyen mikrofonokat raknak rá autókra, eredeti autókra, és veretik velük egyébként, és azt használják ez fel utána. Miért nem lehet a Codemastersnél is ilyet, vagy nem engedik a csapatok, vagy hát hallunk hangokat, hát nem tudom. Ilyenkor ez a hallunk hangokat, ez eszembe jut, amikor tudod, vége az edzésnek, és valahol nagyon túráztatnak egy motort vagy kettőt, indokolatlanul, amikor hallod a box utcában, igen, nagyon, de nagyon nyomatják, és te se érted, hogy amúgy miért. Mert hogyha már vége az edzésnek, akkor egy autó sincs a pályán, maximum a safety car, vagy pár pályaautó, pályamunkás autó. De vannak abban a játékban is érdekességek amúgy. Amit nagyon sajnálok, például én beletenném, hogy nem tudsz nagyon gyorsan visszaváltani. Tehát van, amikor nem, amúgy leszabályoz, mert hogy még nem tudsz a következő fokozatba lépni. Igen, így van. Pedig igen, lehet, hogy motorfékkel jobban bele tudnál állni, és a motornak se annyira tetszene, de például úgy is lehetne mechanikai meghibásodást elérni. Plusz dolog van, amit bele lehetne tenni, az alvássérüléstől, hátsó sztánsérülés, oldaldobos sérülés. Meghibásodások. Az első szárny is lehetne részletesebb amúgy. Első szárnyal tudtál defektet okozni valakinél? Ha simulationre rakod, a simulationre rakod a damage-et, én nem vagyok benne 100% biztos, de mintha a 16-ba vagy a 18-ba, valamelyikbe, kóba, mintha csináltam volna, azt hiszem Robinnak, vagy valamelyik ajnak Belgiumba, de most nem emlékszem már, nem tudom. Nem tudom. Annyiszor próbáltam már ajnak, az mondjuk az a dologhoz, hogy én mindig segítség nélkül vezetek a videóba is, tehát mindig max törés, nem használok semmi segítséget. R-faktornál használtam azt az autómat, a kuplungot, de hát bum, az annyiba igen, kell körülbelül, hogy elindulsz a boxból, és akkor kész. De a Codemastersnél mindenki van kapcsolva, és én egyszer nem bírtam csinálni egy ilyen Schumacher fizikellás történetet. Igen, igen, igen. Oldalról csak egy picit így megpöccintem, és kivágom. Meg amit nagyon sajnálok, még a szalakorlátos kontaktok nagyon rosszul vannak szerintem megcsinálva, mert ha belegondolsz, a 2006-os, nekem PS2-m volt meg, az F1 2006. Igen, a 2006, igen. Például, hogyha Monakóba megnyaltad a szalakorlátot, volt, hogy leesett a gumi a felniről. Igen, így nem van. Nem durant el. Igen. Ledobta a felniről. Igen, a gumit, így van. És végig vissza tudtál menni, úgyhogy ütődött a gumi. Igen. Szalakot, nem tudták anyarodni. De vissza tudtál menni a boxba, és egyébként látványos is volt, és hogy nem. 2006-os. Így van. Tehát mai napig hiányzik ez a dolog. Meg a defektnél is, tudod, van az, hogy leereszt a kerék. Igen. És akkor így rotyog, vagy így igen, ilyen, itt. Ilyen hullám. Igen, igen, igen. Ha
Hát a valóságban hogy szétszakad? Szétcsapja a padlón, Szétcsapja a padlón, meg így van. mindentütt. Itt pedig Az első 300-zal mész szárnyalat tovább. viszi. Itt mész Hát, akkor 300-zal mész, tovább. milyen gázzal tovább, és Így van. semmi. Így van. Semmi. Én Hát az egy dolog, szórakoztam. hogy amikor megkapod a defektet, akkor el kéne rántani a téged a Hogy ne? De francba, nem, de nem. úgy kezdünk, Hát mint én a lelki. szórakoztam, hogy négy kerékkel defektel mentem 300-zal, nem tudom, azt hiszem Amerikában, ezzel szórakoztam, és nem, nem. Vezethetted nyugodtan tovább. Még majdnem gyorsabb szektoridőt mentem, nem? Nem, de Szerintem, ez egy aki... vicc. Hát ez komolyan vicc. És akkor vannak emberek, akik azt mondják, hogy ez szimulátor. Ne vicceljünk már, könyörgöm. De most komolyan. Reagáljunk a Sim2 kifejezésre? Igen, Mert reagálj. tudod, erről beszélgettünk privátban, Igen, igen, Sim2, igen. e-sportolónk, milyen besorolás tartozik majd az F1 2020. Hát én tudod, erre a mondással válaszoltam, hogy több lovat egy seggel nem lehet megülni. Tehát Nem. valaki vagy szimulátort készít, vagy árkád játékot. Olyan nincs Így a van. kettő közt, hogy vagy szimulátor, vagy hogy egyszerre szimulátor és árkád. És olvastad a hírt Nagyon jó egyébként, most példa valamelyik erre. nap, hogy a Forma 1 bejelentette, hogy szeretné, ha ketté választanák ezt a dolgot, és szeretnének, ha csinálnának egy F1-es szimulátor játékot is. Na, azért, mert talán meghallják a hangunkat. Igen, Vagy hát igen. nem is a mi hangunkat, hanem talán az e-sportolókét. Illetve a Ugye Forma én 1-es beszéltem itt egy pilótákét, kicsit a... akik most játszottak a COVID alatt. Így van. Így van. Hát figyeld, tavaly előtt, amikor bevezették az ERSZ-t, ugye a 18-ban volt újítás, hogy Így tudta van. nagyon jól kezelgetni a módokat. Aztán kipróbálta Lándó, és akkor mondta, hogy aha, tök király, csak pont nem ilyen. Így van. Tudod, így egy évnyi munkát rakott lapátra, körülbelül a Codemasters-nél egy mondattal. De továbbra is azt tartom, hogy az ESZ Management az nem egészen ilyen. Az Assetto Corsánál egész jól megcsinálták, ott is beépítették az MGUK-t és a H-t, a visszatöltéseket tudott szabályozni, ugyanúgy van overtake gomb. Így van. Tehát hogy én nem tudom, miért emeljük ki például azt extrának, mert most volt a Dani videójában, láttam, mert megnéztem mostanában, így volt rá időm, hogy mondta, hogy nagyon nagy újítás, hogy lehet mind a négy kereket külön beállítani, már egy guminyomást. Aha. Hát figyeld, én nem tudom, hogy vagy veled, a Challenge 99 már egyedül ugyanúgy tudtam a gumikat önállóan állítgatni, a futóműről nem is beszélve, GP3, és azért az egy GP4. kicsit régebbi. Szintén. Odáig én már nem mentem vissza. Én visszamentem Tudod, én teljesen. fiatal vagyok. Én megnéztem. Tehát én, mikor megnéztem ezt a videót, én utána beléptem a GP4-be, megnéztem, és ott. Hát majd rakok be ide egy képet, majd most a srácok majd látni fogják, hogy ott milyen setupolás van, illetve hogy milyen telemetria van benne. Úgyhogy igen, lépjünk tovább, igen. Tehát igen, a gumi nyomás meg. Tudod, tehát, hogy a szimulátor játékhoz kell egy valóságot modellezni. Az tényleg valós adatokon alapul, Így amiket van. te módosítgatsz. Így van. Viszont ahhoz, hogy egy játékot szimulátornak nevezzünk, ahhoz a Codemastersnél te futóművet, meg hasmagasságot, meg mindent egy skálán állítasz. Így van. 1-től 12-ig, vagy nem tudom, hogy van, mert nem szoktam Ti setupolni. 11-ig van. Semmi adat. Bármely De szektorba ez 10 bemész, éve 11-ig van. centiméter, Tehát 1-11. kilonyúton. Ja, hát az teljesen logikus Tehát egyébként. 2010-től Hozzászólva 20, tettek. 2010 és 2020 között itt csak 1-es és 11-es adatok vannak, kivéve a guminyomásnál, hogy ott nem, illetve a féknél ott százalékok vannak, de ott is egy ilyen Aha. 50 Hát és 100 gondolom között. az elosztásra van százalék, meg Így a van, nyomásra. így van, így van, így van, de Ezek semmi más. a valóságok azért. Tehát egyébként ezzel nem lőttek nagyon mellé. Ez Ez nem volt feature. A futómű. Például a futómű, a kerékdőlés, kerékösszetartás, kettes, a hármas, rugózás, kettő, minden. kettő, egy, De ez egy. az, mondod, hogy kettes rugó, meg hármas Kettő, rugó, igen. az mi? Az takar valóságban, hogyha szimulátorról beszélünk. Egyes soft, Mit tízes tudom én? hard. Meg... Ennyi. Ja, azt én értem, hogy én skálán megmondod, de hogy értékbe érted? Az Hány mindegy. Tehát kilonyútonos előfeszítése van a futóműnek, ez egy mekkora árkád rugó? setupolás egyébként. Ez egy árkád setupolás, egy árkád játékhoz. De akkor ne beszéljünk szimulátorról. Hát persze, hogy nem. Nem is szabad. Ja, hát nem. De látod, van, aki összemossa, jó. Ez meg már ugye a Prestige-ről szóltam, ugye, erről is dumáltunk így privátban, nem tudom, megemlíthetjük ezt így. Nyugodtan. De én ezt így elmondtam neked, hogy ez lényegében miről szól. Tehát a Forma 1-nek ugye van egy hivatalos szériája, F1 eSports, ez a neve,
és mivel másra mennének, mint a hivatalos játéka. Még ezt is megérti az ember. És akkor ez sok embernek, aki komolyabban foglalkoznak a versenyzéssel, ugye mondják, hogy hát árkád játék. És ezen felháborodnak az ottani e-sport versenyzők, igen. De hát ez egy hivatalos játék. Hát hivatalos, de attól még ugyanúgy árkád. De egy fél szimulátor nem lehet joystickkal játszani, se billentyűzettel. Billentyűzet még talán könnyen megoldás, mert bekonfigolod, hogy az érzékelés ne olyan legyen, meg a kormányzást is be lehet állítani. Én már láttam R-faktoron csodákat arra is, amúgy, tehát szépen meg lehet csinálni, de joystickkal nem lehet szimulátorozni. Én próbáltam az Assetto Corsát, mert van egy Xbox-os kontrollerem, hát mondom, csak megnézzük, mert miért ne. Nem ajánlom. Lehet, hogy kellemes időtöltés, de akkor be kell kapcsolni minden segítséget. Villeneuve nagyon aranyosan nekilátott egyébként is azzal szimulátorozott, úgymond, valamelyik ezért várta le első. Bahreinbe az egyes kanyart? Most nem tudom, hogy ez mi volt. Ez egy régi 70-es évekbeli autókkal mentek. De az a résznél volt? A The Race, igen. The Race, így van, így van, így van. És mikor mutatták a webcamon, hát a talozó is beégett egy kicsit. Hát igen, így robbant a net, mikor meglátták, hogy Villeneuve ül aranyosan, és egy kontroller van a kezébe, és gyönyörűen tartja a button-t, érted? És nézték, hogy ez jó. És így szénné égett mindenki abban másodpercben. Úristen, ez kicsit olyan, tudod, mint a Landobot. Igen, igen, igen. A bot veri a rendes versenyzőket. Feljött a negyedik helyre, mikor, miközben ki volt, nem is ő ment, igen. És átszellemezett mindenkinek. Így van, előzése volt. Így van, így van, így van. Hát a szellemezés az egy másik dolog, hogy... Jó, hát a szellem, igen, erre akartam mondani, hogy most pont így szóba jött. 19-ben jelent meg, azt hiszem, 18-ban. 18-ban már lehet, hogy volt Ghosting of... Nem, szerintem 19-ben jött, ez ilyen új feature volt. Egyébként... Ettől függetlenül, hogy nem tudnak felállni a rajtrácsra egyébként, anélkül, hogy ne szellemeznének át mindenkin, de... Nem. Á, ez teljesen érthetetlen számomra is. Meg azt is, hogy miért nem én állhatok be. Na igen, egy szimulátorba fel lehet állni, nem? Én úgy emlékszem, hogy a R-faktorban vagy valamelyikben... És meg is büntet, hogyha nem állsz be. Így van, mert van egy piros vonal, ugye? Úgy emlékszem, hogy egy piros vonal volt egyébként. Hát változó játékfüggő, tehát AC-nél az egész kockát körbekerítik, tehát R-faktornál is, tehát az R-faktor 2-nél is ki van, tehát valahogy így van, én is emlékeztem, akkor hogy ott kell megállni. Akkor van szíves, hogyha túl mész és elindul így a van. Verseny, így van. Mert akkor kapsz egy azonnal egy drive-thru-t vagy egy stop and go-t, attól függ, hogy indultál, vagy honnan indultál. Így van, így van. De az AI tök jól beszokott parkolni. Az egyik videómnál akartam, vagy egyik videómhoz fogtam hozzá, és képzeld el, hogy szerintem Silverstone-ban voltunk. Igen. És az AI úgy állt föl az utolsó rajtkockára, hogy ilyen full ferdén. Tehát úgy képzeld, hogy kifelé álltam baloldal felé. Uh-huh. Ugye ott jobbos az utolsó kanyar. Igen, igen. És balra van egy aszfaltozott bukótér, ami utána eltűnik fűles, sóder, és utána megint aszfalt az egyes kanyar után. És engem berakott ilyen full ferdén így az utolsóba. Tehát egyébként az első kormánymozdulatom az volt, hogy egy jó 10-15 fokkal el kell fordulnom, ami azért egy rajtnál meg és sokat számít. Szimulátorokban. Igen. Ezt mondjuk így hozzátenném, ma sok hátrányom nem volt belőle. Az AI az egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert ugye egy vagy két éve, nem tudom melyik játéknál dobták be, hogy hát, hogy három AI ment egymás mellett. Mai napig nem védekezik ellenem az AI. Az F1-19-ben. Bármikor vettem fel videót, hogy próbáltam, nálam nem húzódott beljebb. F-faktor 2-vel vettem fel egy videót, én magam csodálkoztam, hogy levédte a belső. Arra is mondják, hogy az is romlott szokott, az utóbbi időben. Szokott védekezni, de a legnagyobb baj az, amikor te mész be mellé, és ugyanúgy rád kanyarodik. Rengeteg példa van. Mandiner, így van, így van, így van, így van. Tehát és tudod, mi az érdekes? Nem vesz figyelembe. A 15-ben nem így van. Most, hogy játszok a 15-tel az utóbbi napban. Nyit a kormányon? Nyit! Nyit, és fékez. Fékez. Ha benn vagy mellette, és úgy érzi, hogy összérünk, fékez. Majdnem leestem a székről, azért játszok most a 15-tel, nem mániám, mert írták, hogy most mi ez a mániám nála a 15. Nem mániám, hanem az AI viselkedését, illetve a 15-ben levő játék dolgokat figyelem, nézem meg, hogy mi volt 5 évvel ezelőtt, és mi lesz mondjuk majd idén. És ezeket mutatom meg.
Ezeket szedem össze, hogy gyerekek, nézzétek már, mit milyen az AI. Ott az AI-val képzeld el, úgy tudtam csatálni, hogy körökön át, vagy nem körökön, kanyarokon át egymás mellett mentünk. Nem volt sín, hogy most ő visszarántja sínre. Nem volt. Védekezik. Fékez. Enged. Nem enged, de nem megy neked. Nem tudom, hogy csinálták meg, de ott így működik. Nem tudom. Wow. Hát figyeld, az az a játék, amit 72 forintért megvettem. Így van. Én sajnálom, mert még nem játszottam vele, de ami késik, nem múlik, mert azért ja, nem, mellesleg nem titkolt el, de... Grafika nem változott, Bahrein szebb, nincs köd. Estét mondod? Igen, tehát igen. Az éjszakai fényeket? Az éjszaka gyönyörű benne. Olyan, persze, mert tudod miért? Olyan a 2019, mintha lenne egy ilyen kékfényfilter, tudod? Tehát igen, ez a kékfényszín. Csak valami csak filtert raktak bele. Igen. Csak a meleg fények jönnek át, és a 15-ben meg egész kékes a dolog. Azért tetszik, mert a ködöt mondjuk mai napig nem értem. Tehát a zombordokat, ha megnézed Bahreinből, célegyenes végéből lehet látni a másik végébe. Igen. A fedélzeti kameráról. Tehát egyébként semmi köd nincsen. Egyszer lehet, amikor kim voltak modellezni a pályát, vagy felmérni, akkor volt köd, és akkor úgy gondolták, hogy beleszik. Nem tudom. Homokvihar sem nagyon szokott arra lenni nem. A verseny idején, úgyhogy nem értem. De biztos, hogy jól néz ki. A gumikopás belerakták egyébként ugye tavaly. Beszéltünk is arról a csíkról. Középen, igen, igen, középen eltűnik. A csík. Így ez a van. Nagy feature, hogy eltűnik a csík középről. Hát igen. E-faktor 2-nél, automobilisztánál is, hogyha blokkol a kereked, akkor meglátszik. Ezt akartam mondani, képzeld el a régi rendszerben, amikor még nem álltak át az új engine-re, ez eddig is látszik. Tehát 14-ig láttuk, amikor a gumin már majdnem úgy foszlott. És jött az új engine, jött az új Ego 15-től, vége. Semmit nem látsz a gumin. Plusz, emlékszel a gumidarabokra? Így van, plusz az is régen meg. Eltűnt az, hogy ha kimentél a kavicságyba, neked aztán úgy felragadt a gumira minden anyám kínja, hogy kellett neki egy bő kör, mire újra azt láttad, hogy fekete színű a gumi. Nincs ilyen. És nem veszik észre. És a nagy szimulátorosok se veszik észre, akik azt mondják erről szimulátor, hogy gyerekek, ha lemegyek a sóderágyra, fűre, akármire, akkor a forró gumiba beletapadjon a dolog, rosszabb legyen a tapadás. Nem. Átszágúldozhatsz nyugodtan a pályán, és nem jó, történik semmi. Jó, profik, ők nem mennek le a pályán. Jaj, értem. Oké, bocs. Igen. Igen. Várja, hát nem mennek le a pályáról, de nekik ezért... Ezért nem tűnik fel, értem. Bár értem. Be kellene menniük pár lobbiba, igen, tehát pár lobbiba bemennének, lehet, hogy kiraknák őket a szélére. Igen, és akkor úgy meg lehetne ezt tapasztalni. De lehet, hogy új feature lenne, hogy jé... Van ilyen is. Az R-faktor 2-nél például látszik, hogy oszcillál a gumi. Tehát amikor nagyon erősen alászedik például egy nagy kanyar, deformál. Elkezd vibrálni. On. Deformálódik, és amikor mondjuk ugrat, vagy bármi, akkor is így lejjebb megnyomja. Nagyon durva. De ezt néztem én is, ezt durva. És az az igazság, hogy az árkád játékoknak általában az a lényeg, hogy szép legyen, és minél többen játszhassák, ugye? Ez nem is szép, az a baj. De nem is az, hát ez egy grafikai jelen. És mégse csinálták meg a Codemastersnél. Pedig azért ebben aztán lehetne hype-olni, tehát ahogy behype-olták a gumikopást, hogy ugye fényes gumiból majd ilyen szép, darált, csíkos lesz, gumitörmelékek nélkül. Nem látom. Ezt azért, hogy hozzátenném. Igen, tehát nincs gumitörmelék, így van, nincs. Abbi szériákban, akkor láttad, hogy egy kicsit így rárakódik, és ott is kellett pár kanyar, amíg újra lekopott. Így van. De ez most újra eltűnt. Most 5.23 van, még most írja ki. Ha mi már mi a kész játékról látunk képet, akkor... Figyelj, 1.0 van, arra a videójában láttam a menüben, hogy elindítja 1.0. Nekem, engem javíts ki, de nálam az 1.0 az azt jelenti, hogy az a játék az kész. Az a release verzió. Az egy release verzió, az a kiadott verzió. Ami nincs kész, az 0.xxx, 0.768, tök mindegy. Úgy, ahogy ez... én is kezdtem, hogy neked küldtem a nulla pontokat. Így van, meg a Assetto Corsa kompetizióne is, ami amúgy early-be megvettem, early access-be, ugye nulla pont akárhányas volt, és meg kellett várni az 1.0-ra, nem, meg kellett várni, hogy kijött 1.0-ra, és azt mondták, hogy gyerekek, ez most így, ez a kompakt verzió. Az már más dolog, hogy azóta jött hozzá sok patch, meg minden is ugye változott a verziószám is, de nincs ezzel semmi gond. De most, amit én már Arava videójában láttam, ott a menüben, mikor elindítja, egy gyönyörű, szép 1.0 virít a bal alsó sarokba.
Ugyanez volt a 19-nél, lehúrogott mindenki, kiröhögött mindenki, és ahhoz képest, amit láttunk, amit ők ott mutattak, nem volt semmi változás. Pedig a nagy tudósok előadták nekem, hogy hát ez nem úgy lesz, hát ez még nem így van, nem úgy. És ehhez képest szinte semmi nem volt, semmi változás nem volt. Nem értem. Pedig azt hittem, hogy a 20-as trailer bemutatónál, hogy ott robbanni fog valami bomba, és majd ott tizi, ehhez képest tényleg csend volt és nyugalom volt. Én megmondom őszintén, nem nagyon merek addig semmilyen nagyon videót csinálni erről, így úgy tényleg meg nem jelenik valami. Na mindegy, a verzióknál tartottunk, hogy én úgy emlékszem, hogy most az utolsó az az 1.21, ugye? 22. 22. Igen, 1.22. Hát, és ezt érezzük mi 1.0-nak, ugye? Legyen úgy, hogy 1.05 jó lett volna, hogyha ez a mondjuk a 1.05. És akkor úgy rendben vagyunk. Szerinted a boxra kicsit rátérve, szerinted ugyanúgy nem a qualis blokk, hogy te csak simán beállsz, kereket cserélsz és mész, ugye? Nem lesz. Igen, ez 10 éve így van. Ja. És 10 éve ugyanúgy csinálják, csak így zárójelben. Tehát ez azért nem egy olyan ritka dolog. Hát emlékezz vissza most, mit tudom én, ami eszembe jut, 10 vonzó Britanniában, mikor gyors átváltottak slickre. Így van. Mikor épp egy vagy két másodpercen múlt, hogy megkezdte a köré. Így van. Még annyi sem volt. Akkor ugyanez beállt, mint a versenyeknél röffentették a kulcsokat, aztán már... Így. A betol kitol, ez egy választható menüvel meg lehetne oldani. Így van, tehát mondjuk egy választással, hogyha akarsz, bemész, pihensz. Vagy rádión... Kicsit sietősebb akkor. Így van, rádión egy plusz mondat, hogy Change tires, és akkor nem állsz be, és akkor már várnak. És ennyi. Nem, a szimulátornál ugye, ott olyan a helyzet, hogy neked kell kérni, hogy készüljön fel a box. Igen. Lényegében olyan, mint a csapatrádiónál üzennél. Ott mondjuk te a magadura vagy olyan szempontból, hogy te döntöd, de mit csinálsz. Igen. Hozzáteszem, a boxba is te vezetsz. Igen. Még egyébként még hiányolom. Ha már a limitert megnyomhatom, akkor miért nem én állhatok be? Ugye, így van, ami egyébként 90 fokba. Persze, mert fokba. Le kellene modellezni a szerelőket. 90 fokba állsz be. Hát akkor valami animációnak kellett volna. 10-be volt tudom, ilyen. A 10-esbe volt. Képzeld el. Igen? A 10-esbe olyan volt, hogy jöttél be a boxba, most nem emlékszem, hogy te vezettél, de nem. Félig te vezettél, úgy mondom. Ha be volt kapcsolva a pit assist, akkor megállt rendesen. Ha nem volt bekapcsolva a pit assist, és te még gázon voltál, vagy nem tudom milyen sebességen voltál, amikor beálltál a szerelőkhöz, az a felemelő fickót arrébb lökted. Arrébb lökted, az összeszedte magát, és csak utána jött megemelni a kocsi elejét. Ez a 10-be benne volt, és soha többet egy részre sem volt. Az első emelés koma. Így van. És nem értem, hogy ezt miért vették ki. Ez egy hatalmas feature volt szerintem. Nekem 10-be ez nagyon tetszett. Hát, vagy miért nem bővítik. Vagy így van, figyelj, így van. Látunk olyat is, hogy full random-szerűen ejtik az autót. Igen, de a kerék nem volt fenn. Amikor volt egy ütközésed, és a futóművet, mikor tudod, kicsit megnézik, igen. Hallott-e valami, megrepett, tört, ezeket is hiányom. A defektes kereket miért szedik le majdnem gyorsabban, mint a sima kereket? Nincs visszavonulás. Hát, az is így felszokott egy kicsit. Nincs visszavonulás. Nincs az, hogy meghibásodott az autód, és beállsz a boxba, hogy vége. Nincs. Ha megnyomod véletlenül a retire-t, az automatika tök mindegy, mit csinálsz. Ő még visszatolat. Elindul, arrébb megy 100 méter, és utána ő megáll. Na most, de ő úgy csinálja, hogy ő visszajön a pályára, úgy megy 100 métert, és úgy jön. Most, ha valaki közben ott jön, az úgy telibe tud verni téged, mint a szar. És nincs olyan, hogy te most ott megállsz, vége, kiszállsz, és lenne egy animáció, hogy tudod, kiveszed a kormányt, ki a válvédőt, vagy mi az Istent, ami még úgy ott körülötte van, és akkor kiszállsz, vagy valami. Milyen nagyokat kérsz. Igen, semmi ilyesmi nincsen. 10 éve nincs. Nincs. És mondom, az orral beállás a boxba, hogy vége, ilyen sincs. És akkor egy animáció, hogy kiveszed a kormányt, kiszállsz, és hátra megy, és ennyi. Időmérő edzésnél kijön a 3 pilóta és fotó, esetleg fotó, ott az interjú. Azt nem tudom.
Én úgy tudom, a vége időmérőnek akkor már bedobja egyből a listát, nem? Így van, semmi izé nincs, nincs, Az nincs semmi. egy ilyen jelenetet, hogy a dobogónál csak az időmérőnél mit tudom én, állnak 1-2-3-ba, Igen, fél egyenesben úgy vagy. szokott le, hát az újban már ugye úgy van, úgy kellett volna, hogy legyen, ugye a 19-be. Régen meg úgy volt, hogy visszamentek ugye a boxba, az 1-2-3 az külön, és akkor oda mentek egy fal elé, beáll mindenki a mind a három, az első az megkapja egy ilyen kis pici Pirelli gumit, vagy nem tudom mit, azt így tartja a kezébe, hogy ő lett az első, és akkor a fotósok ugye kattingatnak, és utána mindenki megy az interjú szobába. Ugye időmérőnél is, hát nagyon ritka, hogy van interjú, ha van is, akkor az egy ilyen baromság, megmondhatom nyugodtan így. Thanks anyway. Thanks anyway, így van. Verseny, mindig össze-vissza vannak ezek az interjúk. Nem értem egyébként, hogy miért nem lehetne ez hátul, ahol rendesen, ahogy élőben is van, hogy ott van több pilóta, egy ilyen körbe vannak gyakorlatilag, ugye? Én úgy tudom. És akkor ott mindenki áll külön, és megy riporterről riporterre, és akkor úgy nyilatkoznak. Jó, nem kell menni itt riporterről riporterre, de legalább legyen már egy ilyen közeg, hogy úgymond a press részen, vagy a press Hát interjú a részen. ketrecet, vagy valamit érted, úgy Igen, igen, igen. lemodellezni. És akkor Ja, ott. Buxton ugye benne lesz a játékban. Ő szerinted interjút fog készíteni? Hogy jelenik meg? Na, ez egy jó kérdés, nem tudom. Nem tudom, mi lesz Claire-rel, Láttad mert a én. képet? Modellezték az arcát, és írták is, hogy benne lesz a játékban. Ez azért Csak ugye akkor érdekes. már nem tudom elképzelni, hogy menedzser, riporter, Hát valami igen. műsorvezető, Mert a vagy... 10-11-be meg úgy képzeld el, hogy David Croft volt lemodellezve a 10-be és a 11-be. Volt rendesen szoba. Tehát mondjuk A a 10-be volt Buxtonnál. szoba, de csak az elején. A szerződésedet Így van, kötötted, így van, így vagy van. A kiosztottad, hogy hívnak meg ilyesmi. 11-be viszont rendesen a pedokba tartotta az interjút. Tehát rendesen Igen, a mert ott kamion ilyen. mellett, vagy a Így kamionok van, kamion között. mellett. Így van, így van. Nem tudom, az a baj, annyi sok feature lenne, aminek már a 10 év alatt réges-rég be kellett volna egyébként következnie, és mégse. Rengeteg animáció, az tény. Nem értem, hogy olyan dolgokra fetszenek amúgy energiát. Fizikán még visszatérve csak annyit, hogy az esővel te hogy boldogulsz? Az egy vicc. Ebbe a Úgy játékba. gondolod? Vettem már is, hogy a külső évente bárkit körbe tudtál autózni? Olyan A íven megyek, mértékben ugye ahol gyorsabb, vagy akarok. a nem felnizott. Teljesen mindegy, milyen íven Igazából mész. semmi jelentősége, hogy hol főzed, Ez csak egy úgymond. filter. Neked. Ez csak egy ilyen vizes filter, mert se az aszfalton nem látod. Hozzáteszem, látványos. Azért látványos. Veten. De amikor esik az eső, és te még vígan mész, szofton, kint, körökön át, azzal nem tudok egyszerűen együtt élni. DRS-sel. Érthetetlen. Nem. Az igen, alap. Hát figyeld, amikor már tudod, így látod az autón, hogy folyik hátra a vízcsepp. Igen, igen. És tényleg a kamerán is már ott vannak a pöttyök, ott is megy el. Az előtted lévő veri ugyanúgy a kis permetet, ami Így már van. van az aszfalton, és kihoznak klikkel, miközben te ki vagy interen. Igen. És így vakarod a tarkódat, hogy jó, értem én csak. És akkor két körnek is be, és fölrakja a full vetet, mikor már tényleg az kell. Igen. És akkor kérdezett, hogy hát hol volt az inter? Vagy valami átmenet, vagy F-faktor 2-nél be lehet állítani. Nem tudom, hogy a 19 pontosan hol van, de majdnem óraponttól, tehát hogy majdnem real time-ra, tehát idő szerint be tud állítani az edzéseket előre. Nem tudom, hogy ez így a single race-nél esetleg be lehet Itt állítani. ennyi van, Azt hogy úgy official. tudom, hogy kézzel beállítod. Hát az a time. Igen, igen, igen. Mikor legyen, igen. Gondolom. De az időjárásra gondoltam, hogy ja, oké, van customize, hogy van, hogy... van customize, de nem időre, csak van három kocka, és ott berakhatod, amit gondolsz. Na, erre gondoltam, tehát nem tudom, ez az R-faktornál talán őt be van osztva. Részletesebbre is lehet állítani. Mondjuk ez a ligáknak lenne jó, tudod, akik elő megszervezik a versenyt, és tudják amúgy, hogy olyan szakadó monszunt csinálnak egyik pillanatban a Igen, másikra, hogy egy igen. kicsit felborítsák az erősorrendet. Nyilván a pilóták nem tudják, Így van. de például ezeket is bele lehetne tenni, mert ha már sportjáték, akkor azért gondolni kellene, én úgy gondolom, a ligákra is. Mert nagyon sokan próbálnak versenyezni ebben a játékkal. Én soha nem próbáltam meg.
Egyelőre nem vett rá a lélek. Figyelj, van egy Nekem elég ilyen... az, amikor a videókat csinálom. van egy ilyen menüpontja, hogy liga a játéknak, csak éppen teljes mértékben használhatatlan. De totálisan. Na, de van. Van. Ez kell, hogy annyira belenyomja a használható... játék leírásba, hogy van. Így, annyira használható, mint a highlights-a, amivel gyakorlatilag a pálya környékét és a fűt, meg a lelátókat lehet nézni, illetve azt, hogy éppen nem előzöl meg senkit, tehát, mert az előzéseket sose látod igen, benne. Azt igen, azt láttam már egy-két, egy jó párszor a live-ban. Végig nézzük meg a highlights-ot. Na, nézzük. Tudod, és akkor mutatja a három kanyarra a korábbi kamerával a Igen, igen, termézőzetet, ami igen. egyébként szerintem már rég kitakar a szalakkorlát, Így hogy van, nem is így van. látszódik. Így van, így van, így Ugye van. a T-kamerákat látod az autó tetején, és akkor látod, hogy igen, ott kettő autó, mintha egymás mellett lenne. De hát ugye egy olyan érzékelő, hogy igazából mi történt actionként. A zontás előzéseket azért nem nagyon tudja kiszűrni, Nem, ahogy látod. nem. Ez megint egy olyan feature, hogy ott van, de egyébként meg semmire nem való. Tehát ha ebből állna tényleg egy highlights az élőből, akkor szerintem itt mindenki felrobbantana mindent. Hogyha ezt egy AI csinálná tényleg. Meg vagy elégedve a lekörözetekkel? Nem. Ugyanis a kanyar közepén Én. jut eszébe, hogy ő el akar engedni, és olyankor általában satúzik, viszont a 15-be... Vagy eszébe se jut az vagy ember. Eszébe se jut. Viszont megint csak a 15-nek a példáját tudom mondani, ahol kékzászlóznak, lelassít már az egyenesbe, és ha tud, azonnal le is jön az ívről, hogy mehessél. Nem kanyar közepén, egyenesbe. És elenged. Bezony. 5 éve megvolt. Az R-faktor az jól csinálja, aszetóban nem néztem. De ott általában mindig én kapok kört. Jaj, értem. Ott is vannak azért, hogy belépsz egy ilyen public lobbyba, ott is vannak olyan ufók, beveszed az első kanyart, ő már a negyediket veszít, hogy ilyen eszméletlenek. De mondjuk én őszintén szóval őket nagyobbra tartom, fél, sokkal több állítási lehetőség, sokkal nehezebb fizika. Az aszetokozával az az érdekes, hogy teljesen másképp mennek az ellenkormányzások. Fél, egyszer csúszott, betapad, mint amikor tudod, hogy Max az elsőben majdnem eldobta 16 brazil. Igen, 16 brazil, igen. Mikor egy csúszott, és hirtelen betapadt. Hát ilyet te Codemastersben még nem is láttál, szerintem, te senki más. Ezt sételed. Csúszol, megfogod, kicsit ilyen driftelve, de jó lesz. Egy kicsit olyan, mintha az autó ilyen pedig driftkon menne, hogy úgy nagyon nem is tapad. A kerékvetők téged dobnak. Mert én a hurkák úgy, hogy van át szoktam vágni általában. Nem zavartatják magukat. Vannak azok a sárgák, tudod, ami egy kicsit így magasabb. Így van, így van, így én van. Én még soha nem bírtam felülni rájuk. Emlékszel, mikor gördeszkáztak a srácok Abu Dhabiba? Az utolsó 5. kanyarnál, meg az utolsó? Igen, igen. Kettő közt berakta egy ilyen magasabbat. Igen, igen. Amit le is köszörültek utána, mert túl magasra sikerült. Figyeld, ilyet én még nem láttam a Codemastersnél. Igen, mert pont az a lényege, hogy akkorát dobjon, hogy belerakjon a falban. Monakóban megnéznéd ezt, ugyanúgy megint Max-szal tudok jönni. Hát rárakta is a sárgára, repült, aztán beleállt a falba. Igen. Ez 18-ba volt, ha jól emlékszem, vagy idén, 19, nem, 18-ba, akkor nyert Ricardo. 18, igen. Most azt a futamot adták, vagy a 18? Igen, az volt, nem, az volt, igen. Annak azt a futamot azért szeretem, mert ahogy őrült a végén, tehát ez a medencébe csobbanás, az minden tamú. Igen. Angolta, hogy megcsinálta. Ja. De hát az volt a borítókép is, hát így csak van. Amiatt nézi az ember. Annak a pályának az a legnagyobb hibája, hogy a srácnak volt 160 lóerő mínusza, és úgyis megnyerte. Így van, pontosan ezt akartam mondani, hogy a gyakorlatilag gyerekek egy forti fordal is meg lehetett volna azt a pályát nyerni, ez annyira... Mama beraksz P1-re. Igen. Tehát, figyeld, ott nem volt olyan, mint a 2006-os káoszban, tudod, mikor jöttem a leköröződtek, és akkor átmenni mindenkin. Igen. Te is így fizikellázol igazából a mezőnbe, egy kicsit így rébakold, futóművet át. Igen, 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 igen. Hát én is csak úgy tudtam itt átmész átmenni rajtuk. Nem, hogy... viszont érdekes volt most az utolsó Monaco-i diódon, azt hiszem a Forma 2-esnél volt, igen.
hogy amikor mentetek fel a kaszinókhoz, Igen. akkor mindig ugyanott terveztél. Igen. Nem akarom elhinni, hogy az, de tényleg így van. Mindenki ugyanazt a vonalat használ. Azt, így van, Pedig így van. nincsen két ugyanolyan ív két verseny közt. Tehát mindenki vagy kintebbről kezdi az ívet, van, aki bentebbről, van, aki több kanyartempót És követ, ezt meg inkább a kiosítással meg kellett megy. figyelnem, meg kellett néznem, hogy ő hol megy, és hogy akkor oda én be tudok úgy menni. Csak így ment. Hát de figyeld, miután észrevetted, körönt Hát előzgél, utána körül így volt. van, mert 20-ról jöttem fel, utána azt hiszem a 10-ig, úgyhogy ja, így van, így van. De egyszer se védett le. Nem, Tehát az a másik a lényeg. Nem, a alagút után nem lehet előzni, az biztos, mert nincs meg az a nagy tempó Hát nem különbség. csak. Ha a Raskasnál, nálam a Raskasnál, nem tudom, melyen kanyarnak hívják most, ami a utolsó előtti kanyar, mielőtt a célegyenesre fordult. Hát ott a Véteremnél is Így van. fordult. Az nekem rászkász marad, nem tudom tényleg mi most mi a neve. Hát Ott az még ilyen ha... mádonádós kanyar annyi, amúgy, Igen, ott még úgy ugye be tudta lehet magát, hogy szúrni. előzzél. Igen, az úgy még be lehet szúrni, egy picit löghetsz is rajta, vagy úgy egy kicsit úgy izé, de még ott. De sehol máshol, tényleg. Nem. Az alagút Figyelj, jó lenne, ha nem lenne a lassító. Szerinted be tudná ott a sok amatőr fűzni? 260-nál, 80-nál, nem tudod ott ilyen gyorsikámba. Igen, csak, és ha Nem azt biztos, veszük, hogy ott betalálna. amit mondtál is, hogy 2013-ban Maldonado és Bianchi találkozott össze, ott úgy, hogy kihajlott a gumi kordon a pályára. Valahogy Ja, hát úgy igaz, a Tech Pro, tudod, ott úgy egyenesen igen, meg azt így behozta az behajlott. egészet a Így pályára. van, én valami ilyesmire emlékszek, és ez 13-ban volt, arra viszont emlékszek. Hogy az Tudod, mi érdekes. volt a következménye annak? Nem. A piros zászló, Ja, amit tényleg, mai igen. napig nem látunk a Forma 1-be. Miért vették ki? Nem tudom. Nem értem. Nem tudom. Nem tudom, Mi bajuk volt vele? És itt sincs, 15-ben sincs, a 16-ban van. A 16-os Igen, játékban ott van, van. igen, a 16-ban van, 17-ben nincs, 18-os és 19-ben sincs, nem. 16-ban még volt, azt tudom. Nem értem, hogy úgy mi nehézség volt vele, vagy... Meg van előfordul az is például, mit tudom én, piros zászló 3 körrel a vége előtt. Nem biztos, hogy újraindítják már. Nem, így van. Eső miatt volt, emlékszem, hogy küldtek be eső miatt egy safety car, tudod, mikor nagyon hirtelen megjön az eső. Igen. Akkor is, hogy ne törjék rommá magukat az emberek, egyből beküldték a safety car-t. Az nem mondom, hogy olyan ilyen angolóításokat tudod, hogy berohan egy ember a pályára, meg ilyesmi. Persze. Az nem kell. Az már túl realisztikus lenne. De figyeld, az oszasban lesznek nézők? Hát ez egy jó Mennyire lesz így a kérdés. pálya levét? Jó kérdés. Úgy lenne realisztikus, nem? A Full üres safety lelátó. car-ra nem vagyok biztos, hogy a régi részekben nem volt eső miatt. Mert mintha AMG-vel mikor... De az a 13 volt, én úgy emlékszem. A 13-as kópunk az akkora legendás volt, hallod. Ott olyan dolgok történtek, Suzuka egyik pályán részén esett, a másikon nem. Ó, hát az a legszebb. Tócsák, nem tócsák. Egyikünkön inter, másikon száraz. Az első részén én voltam gyorsabb, de utána a vizes részen utolértem. Én emlékszem, hogy a 13-ban, ja, és hűtöttük a gumikat a tócsákba. Itt ilyen nincs. Itt szivacs van, vízelvezetés és extra párásodás, vagy nem tudom. Tehát az, hogy 3 kör alatt felszárad valami úgy, hogy a vetről átváltasz slickre, az egy nagyon durva dolog. Az hát nagyon meg durva. Hólyagosodás, gumi, semmi nincs. Semmi. Szemcsésedés. Esélytelen. Pedig olyan szépen le lehet darálni a szimulátorokba a játékot, mikor még hideg gumforgatod a kormány, mert hogy melegedjen, de ugyanakkor meg jobban is darálod. Nem tudom, fura. Meg például az is megvan, ugye, hogyha blokkol az első kerék féktávon, és Igen. már kijársz egy, tehát ott ugye lesimított picit a Igen, felületet, igen. az biztos, hogy a következő fékezésnél is ott fog menni, ebben majd garantálni tudom ezt a dolgot. Ilyenkor még jobban kéne, hogy üssön. Force feedbacken-t szoktál érezni valamit? Semmit. Egyébként szét kéne, hogy rázza a kezed. Igen. De nem, és ha Tényleg, el... amikor... Valami más játékban csináltam ilyet, és fékeztem, és képzeld, hogy utána elengedtem a gumit, vagy a féket, egy gumi, ahogy fordult, láttam azt a kihasadás, vagy nem ki, azt az elfékezés, és ott füstölt még a gumirész.
ahogy Igen, átfordul. igen. Azt, hogy néztem, mondom, Jézus, de állat ez. Nincs. Ez egy steril játék. Kozmetikázott. Igen. Szépen eladott. Amúgy nem, azért, most őszinte akarok lenni, szerintem nem éri meg az árat. Nem. Ugyanakkor meg kinek adnám? Hát, na igen, melyik ugye cégnek mondjuk lehetne jobbat a adni? Codemastersnél. Melyik cégnek lehetne? Milestone, vagy Milestone, nem tudom, hogy mondják. Aki a Ők a VRC-t csinálja. MotoGP-vel el vannak. Meg a VRC-t csinálják? Amúgy, várj! Jót kérdezel, Rally-ban nem vagyok ott. VRC8-ak, mint a ők csinál. Vagy az a Figyelj, Ben látod csinálja? a MotoGP 20-at? A Igen. gumi részét? Igen. Külön, kopik, külön lehet nézni a kopásokat a gumi szélén, közepén és a másik oldalt. Alatt Forma 1-ben hányszor látjuk azt, hogy a belső peremén már alig van gumi, a külső, meg ugye még egy kicsi van. Például a 13-as spanyol nagydíj, amikor darálták a Igen, gumikat. igen, igen, igen. Az a pálya az eszi. Hát ott is mindig azt látod, hogy a belső peremén már majdnem ott ilyen kis cafatok hiányoztak. Így van. Mindenki ugye a negatív kerülés miatt az egyenesbe is vette a gumit. Meg tele voltak tényleg gumitörmelékkel a pályák. 40 euróba kerül jelenleg most az F1 20. Ja, hát jó, majd akkor, mikor kijön a 21, megveszem. Igen. Most jelenleg ott tartom. Nem tudom. És az a baj, hogy kellene a játék, mert akár ne upgrade a leaderboardot is, meg minden, igen. Hogy működjön a 20-20-szal, anélkül nem fog menni, tehát valószínűleg így is, úgy is meg kell, hogy vegyem. De szerintem ugyanarra a sorsra fog jutni, mint nálam a 19, hogy játék nem lesz vele. Érdekes egyébként, mert van a Dirt Rally 2.0, és az például azt mondják, hogy nagyon jó lett. Én megmondom őszintén, nagyon nem játszottam vele. Jelenleg mondjuk 8 euróért látom, ami egy kicsit ura számomra, hogy 35-ről lett le 8 eurózva. Csak nem értem, hogy ha a Dirt Rally 2.0 ennyire jó tud lenni, akkor miért nem... Hát figyeld, ha legondolsz, a Codemasters Rally-val kezdte amúgy. Tehát nekik igazából az volt végig az arculatuk. A Colin 10-ben McRae. Belementek ebbe a Form 1-be. Így van, a Colin McRae széria. 10-ben belementek a Form 1-be. Én a Sony-ra bíztam volna még mindig. Én is, megmondom őszintén. Ők jót csinálták. Amilyen a csinálták. 2006-os, amilyen feelinget ad a mai napig, A Championship Edition az a zseniális, tehát azaz. Az egy 2006-os játék, de olyan grafikája van. Igen. Szerintem egyébként szebben néz ki, mint a mostani. Igen. Egyébként ezt beszéltük srácokkal live alatt, hogy... Ja, és az official HUD. Nem tudsz belekötni. Nem tudsz. Jó, mindent. Hát én mondjuk tudnék, de... De hogy... Tehát, úgy mondom, hogy közel van nagyon a valósághoz. Ja, hát már megkapjuk azt, amiért egyébként elméletileg fizetünk. Van egy petíció amúgy a Codemasters fórumon, én követem, benne vagyok, és képzeld, hogy volt egy srác, egy Codemasters-es belső srác, aki reagálta az ottani kérésekre, meg tudod, vannak ezek a fikció képek, igen. Hogy néznek ki az eredetivel, így photoshopolják, igen. Ráteszik. Csak aztán tudod, látják az én screenshotomat, és akkor azt hiszik, ugyanaz, de amúgy nem, az ennyi működik is. Csak nem is tudom, hogy itt, valahogy, mintha én engem is ott betegelt volna valaki, és akkor is oda találtam. És akkor odaért az egyik Codemasters-es srác, hogy hát, hogy náluk, hogy ugyanaz a véleményük igazából majdnem, mint nekem, hogy kapacitás lenne rá, hogy megcsinálják, de a játék élményt tartják szem előtt. És ezért nincsen benne a hivatalos megjelenés, de akkor viszont meg egy kapcsolót kellene beállítani, és akkor oldják meg így, mert az, hogy ők eldöntik helyettem, az meg nem olyan barátságos szerintem. Igen, 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 igen. Ez most csak még egy ilyen utolsó grafikai kitérő. Van még valami, amiről gondolt, hogy nem. Tárgyaltunk? Nem, szerintem ez nagyon szerintem szép. Mindenre kitértünk. Így van, szerintem nagyon szépen kiveséztünk itt mindent egyébként. És tényleg nagyon szépen grafika, köszönöm. Fizika, hangok, minden volt. Irányítás, hangok, minden. Tényleg. Hát, amire összehasonlítós videó amúgy. Én a szimulátor részéről tudok neked infót mondani, te a Codemasters mondtad, így ez jól összedobta, amink van, de talán még láthatunk versenyt idén. Hát, nagyon reméljük. Nagyon reméljük. Elvileg július elején kezdődik az is.
Gyakorlatilag így Duplázunk, megdőlik. ugye? Ausztriába, vagy hogy állunk? Így van, és gyakorlatilag megdől az a történet, hogy hamarabb jön ki a játék, mint ahogy elkezdődik a szezon, mert így viszont nem. Meglátjuk. Meglátjuk. Nagyon Hát figyeld, kíváncsi legalább leszek. garancia vagy indok lenne arra, hogy miért jött annyi patch. Hogy Rád... tudod, mi nem tudtuk előtte megnézni. Így van. De ráadásul egy olyan pályán kezdenek, ugye ez a Red Bull-lal, ami, hogy mondjam, eléggé szoros szokott lenni a küzdelem. Akár az első és a tizedik között, vagy első és tizenötödik között is volt, majd egy másodperc volt csak a különbség, mivel rövid a pálya, 8 kanyar van benne mindösszesen, ugye? Jó pálya, én azt szeretem. Érdekes lesz. Meglátjuk. Ha a Red Bull nagyon jól fogja tolni, mint tavaly, és 2 győzelmet is szerez, mondjuk ott, az egy érdekes VB-t hozhat. Na majd meglátjuk. Kíváncsi. Gondolod, egy Red Bull dupla így az elején? Igen. Igen. Albon nagyon jónak tartom. Iszonyat, amilyen jól el vannak. Verstappen végig iRacing-ezte itt az egész karantént. Én nagyon bízok benne egyébként. Hiába mondják azt, hogy ez tulajdonképpen semmit nem ér. Nem a lófaszt. Meglátjuk egyébként. Én nagyon bízok benne egyébként. Nagyon-nagyon bízok benne. Hát erre én is amúgy kíváncsi leszek, hogy mi lesz ez a show season-nel. Mondjuk az a felvetés elég fura volt, tudod, hogy a pályákat visszafelé, mert a kordonokat meg úgy állítják ki, vagy a jó, igen. Pályaszéli korlátokat, hogy egy oldalról védjen, nem a mindkét oldalról, tehát mondjuk igen. Lehetetlennek hangzik. Ez tényleg elég hülyeség, csak azt nem értem például, hogy Nagy-Britanniának például van 2 pálya módja is, ugye, amit régen... Több vonal vezetése van. Így van, tehát amit hát, 2002-ig... Jó, de 103 francia nagydíjat is. Azt, ne, azt ne is keverjük ide. Ja, Isten ő, ez nem. De például Barcelonából csinálnék egy régit, ami gyakorlatilag a célegyenes ráfordító a más, meg azt hiszem ja, a DRS-es... MotoGP is igen, verziót, igen. A régi MotoGP. Igen, meg a mostani, mert szerintem az nem lenne egy nagy kószt. Már ne haragudjon meg a világért, hogy ezt mondom, hogy azt a lassítót azt kihagynák is, hogy tőgázzal gyönyörűen felkészülnének a izére. Nem is értem, miért kell az egyként az a lassító, miközben tényleg fel tudna készülni a mögötte levő versenyző, ha ott egy jó ívvel szépen rákanyolnak a célegyenesre, ott iszonyatosan jó előzések lennének. Szerintem ez csak lehet az én meglátásom. Fölkapnák ők is 2 kerékre, mint ahogy te szoktad. Igen, igen, igen. Igen, szintén ott. Ki a kanyarból. Igen, jött ilyen dolog, igen. Ha meglát. A zseniális. Még annyi, hogy Codemasters 2020 eltűnik szerinted ez a piros lámpás bug? Mert szerintem nagyon gáz, amikor mutatják a közvetítésbe, tudod, hogy és mindjárt elindulnak a srácok. Jó. Ez nálunk is így van, illetve nem, így volt, ahogy én közvetítem a saját ligánkat, közvetítettük agent-e, hogy kialudnak a lámpák, és még egy 2 másodpercet várnunk kell, hogy ők is elinduljanak. Olyan gáz, tudod, és még tévébe is adják official feed-en. Így van. Nem érted. Erre 22 patchük volt. Hát erre jutott. Azóta sem javították ki, pedig most a világ középpontjában voltak, és lehettek volna. Meglátjuk. De szerintem javítva lesz, ha engem kérdezel. Már most a 20-ra javít. De meglátjuk. Korábbi verziók már volt ilyen hiba? Nem. A 17-8. Nem. Akkor esélyes. Igen. Visszaállítják azt, ami eredetileg kellene, hogy legyen, tudod. Ez az új feature. Igen, valószínűleg. Igen. Én még mindig azt mondom egyébként, most ettől a multiplayer kárt behozzuk single-be 12. csapatnak dolgot, hogy gyerekek, ez egy DLC. Én teljesen annak tartom egyébként, én ki is állok emellett, nem fogom megváltoztatni. Ez, gyerekek, egy DLC. Ez, hogyha ezt a multis dolgot... nem hozzák át, és ennek csak azért lesz. Az lenne a lényege, hogy ennek egyébként most csak annyi, az lenne a lényege, hogy tudjál egy ilyen saját Brown GP-t csinálni? Vagy, lehetne, ha de figyelj meg, itt sémák lesznek, azokat el tudod színezni, de meg lesz szerintem vehető, pénzért vehető séma is lesz, amit utána azt is tudod színezni. Aha. De szerintem így nagyjából... ennyi lesz. A szponzor dolog, én nagyon sok mindenki. Szerintem nem lesznek benne hivatalos logók, hanem Csimbri Csumbli, meg Changlanglang, meg Linglinglunglang, tudod.
Ja, hát nyilván meg kell lenni az alkohol, dohány, meg nem tudom, ilyen felnőtt dolgok, úgyhogy ez teljesen egyértelmű nem lesz. Ahogy emlékszel, hát a Williamsről hova lett a Martini felirat? Tetszik azt Azt, az azt embernál utána piac? kérdeztünk, a játék besorolása, mivel 3 pluszos, ez a PEGI 3, ezért nem lehet rajta. Ezért nem volt rajta. Hát, mert akkor igen. PEGI 18-nak kellett volna lennie. A Forma 1-es Hát az már játéknak. sokkal kisebb különbség. És így emiatt nem lehetett. Én úgy tudom, sajnálom, hogy eltűntek egyébként a tobak reklámok is, hát figyelj, zseniális festéseket hoztak. Hogyne, Annak hogyne. ellenére, hogy nem Meg olyan pénzt. pozitív dolgokat reklámoztak, de Én hidd el, hogyne, egyébként nem szoktam rá tényleg át. cigarettázásra emiatt egyébként. Soha. Én sem. Valahogy azt, hogy látom a Marlboro feliratot, sok évig a Ferrari nem hozta meg a kedvet, hogy rápöfékeljek egyre. Én ezt De beteg emberek ott volt a találták ki Mircevön, egyébként. hát figyeld, az a Renault, a sárga-kék egyszerűen Igen. zseniális, tehát Igen. az mindent itt. De sok klasszikus logó van, hát figyeld, ott a Camel is, ugye a Camel, Williams-szel. Rothmans, Benson and Hedges, Gau Luis, ez rengeteg dohányreklám volt, egy kis csapatoktól kezdve a nagyokig. West. Úgyhogy... De ezt a McLarennél, ja. Hát nem, tényleg, tényleg. Hát ez van. Jó, hát álmodni tudod, mindig lehet, de majd a modderek megcsinálják. Így van. Legyen egy ilyen végszó, tudod. Így van, így van. A Kérhetsz modderek, bármit, majd a megcsinálod modderek magadnak. megcsinálják, így van. Na, hát nagyon szépen köszönöm akkor ezt a beszélgetést. És Egy élmény volt. köszönöm szépen, Podcast viszont. Number one. És remélem majd nektek is tetszett, akik meghallgattátok. Ha tetszett, nyugodtan csapjatok a like-ra. Mi Ákossal továbbra is folytatjuk a kooperációt, aztán majd látjuk, hogy alakulnak itt a dolgok. Ennyi. Köszönöm szépen. Szervusztok! Sziasztok!